Bár Magyarországon egyelőre nem kötelező, a biztonság szempontjából mégis ajánlott a téli autógumi használata. A 7 fok alatti tartós alacsony hőmérsékletnél már javasolta a téli útviszonyokra kifejlesztett abroncsok felszerelése. A gépkocsik megfelelő téli felkészítése azonban emellett számos egyéb dolgot is magában foglal. Fontos, hogy jó állapotú akkumulátor legyen az autónkban, hiszen télen fokozott igénybevételnek van kitéve. Az ablakmosó folyadékunkat feltétlenül le kell cserélnünk a nyáriról a télire. Az autónak a hűtőrendszerében ellenőrizni kell a fagyállónak az értékeit. Aztán ezen kívül nagyon fontos, hogy jó ablaktörlőlapátokkal rendelkezzünk, de rengeteg kiegészítőt is az autóban kell tartanunk. Például, hogyha külföldre megyünk, hóláncot, hólapátot, legyen jégkaparónk, jégkaparóból érdemes jót választani. Tehát igazából nem csak szimplán téli gumit kell egy autóra szerelni, hogyha beérkezett a hideg. Ködösebb reggelek, esősebb nappalok, csúszós útszakaszok, korai sötétedés. Ebben az időszakban megváltoznak az út és látási viszonyok, így kifejezetten fontos a látni és látszani elv. Amire felhívnám meg a figyelmet, három olyan tényező, amely a közlekedésben nagyon-nagyon fontos és nagy kockázatot jelent. Így a sebességnek a megfelelő megválasztása, a passzív biztonsági eszközöknek a használata, illetőleg a járművezetőnek az állapota, gondolva itt az ittaságra vagy a bódult állapotra. A változó közlekedési feltételekhez a gépjárművezetők mellett a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is fel kell készülni, hiszen mindenkit hazavárnak.